Átadták Szabolcsát már Bereg megye 21. és az Ibrányi járási hivatal 2. kormányablakát. A Nagyhalászi Intézmény jövő hét hétfőtől az általános iskola felújított szárnyában várja az ügyfeleket. A most megnyíló kormányablakunk, amely egyébként az Ibrányi járási hivatal életében már a 2. nyíló kormányablak, hiszen a járás székhelyen már szeptember hónapban átadásra került a kormányablak. Itt jelenleg 4 frontofiszos munkállomáson fognak ügyintézők ügyfeleket fogadni, és 2 ügyintéző pedig a háttérmunkát fogja segíteni. Nyilván, akik ellátogatnak hozzánk, láthatják, hogy több munkállomás került fizikailag kialakításra. Annak érdekében, hogy a jövőben bővülő ügykörök vonatkozásában is majd legyen lehetőségünk bővíteni az ügyintézői kapacitást. Több mint 500 ügykörben tudnak eljárni jelenleg a munkatársak, kísérleti jelleggel pedig januárban elindulhat a hatósági bizonyítványok kiadása is bizonyos kormányablakokban, de más változásra is számíthatnak az ügyfelek. Rengeteg olyan változás történik majd most, ami az állami rezsicsökkentés részeként kedvező lesz az ügyfeleknek. Egy részük ugye a lakossági ügyfélkörben, itt például az ingyenes személyazonosító okmánycsere, de például az erkölcsi bizonyítvány is ingyenes lesz a következőkben, és számos olyan változás is van, ami a gazdasági életet, a vállalkozósokat segíti, itt például a vállalkozói igazolvány kiadása is díjmentes lesz jövőre. Kozma Péter kormány megbízotta a rendezvényen kiemelte, a jövő évi közszolgálati nettó bérek emelkedése első körben a kormányablakok dolgozóit is érintik. A rendezvényen az is elhangzott, sikeres évet zár a közigazgatás, decemberben megnyílik a 22. kormányablak Záhonyban, jövőre pedig építik a kemecsei járási hivatalt.